Ezzel talán most sikerül kilépni, és ez nem is volt les. Horváth kijön a kapujából, sikerült átemelni, vezet az Egerszeg. Bobál, gollal tér vissza az egerszegi csapatba. Elég volt egy hiba a győri védelemtől, és azt a Zalaegerszeg rögtön kihasználta, ezért hozták vissza Bobál Gergelyt ide. Megvan az idényben az első gólja zalai színekben, és összesítésben pedig ez már a 9. találata az idényben. Nem volt le sem Bobál, ott beragadt az egyik győri játékos, talán Tar volt az, és Horváth ezt most elszámolta. De inkább dicsérjük meg Bobált, aki észrevette, hogy jön az Eto kapusa, és bravúrosan emelte át rajta a labdát. Hárman is hiányoznak, akik adott esetben segíthetnek. És Völgyi szabadrúgása is segíthet, főleg ha sikerül bekotorni, és sikerül. Egyenlít a Győr, Vukasovics a gólszerző. A 31. percben egy pontrúgást ki tud használni az Eto. És Nagy Ádámot ölelgeti meg Vukasovics. Ugye ő az előző szezonban még játszott, de aztán szenvedett egy olyan fejsérülést az MTK ellen, aminek köszönhetően azt mondták, hogy egészségügyi szempontból kockázatos lenne, hogyha folytatná a játékot, így aztán beállt a szakmai stábba, és most hozzáfutottak ki a játékosok. Itt pedig a zavar, és Vukasovics gyors észlelése, gyors reflexe közelről bevágta. Három zalai is ott volt, de senki nem ért oda. Grumics középen érkezik Bobál, de Grumics is jól halad, ez egy nagyszerű labda Bobálnak, 2-1 az Zalaegerszegnek. Egy gyors akció, és rögtön betalál Barci, elnézést, hogy Bobált mondtam. Szép akciót vezettek a hazaiak, és megfordítják, megint a hazai csap, megint a hazaiaknál az előny. Nem megfordítják a mérkőzést, hiszen ugye az Ete vezetett egyébként is, aztán egyenlített a Győr, hát most megint vezet az Ete. Természetesen bosszus Király József, hazai szurkolók viszont elégedettek. Barci sokkal gyorsabb volt ellenfelénél, Grumics pedig remekül tálalt elé, és az egész akció indult Bobáltól. Ő volt az, aki Grumicsnak passzolt. Tajti. Lovrencsics Balázs felé az indítás, egy picit megcsúszik a labda, Lovrencsics el tudja pöckölni Zöldesi mellett, és egyenlít a Győr. Lovrencsics, egy nagyszerű egyéni akció, és akkor ő is ugye góllal debütál új csapatában. Ő nem régi új csapatában, mint Bobál, csak simán új csapatában, viszont mindkét nagy nevű támadó betalál már az első mérkőzésén. Bobál vasárnap, Lovrencsics meg szerdán. Tajtinak ez az észrevétele nagyszerű volt, les nincs tevecseri, ugyanis beragadt egy picit, és Barci már nem tudja utolérni Lovrencsicset. Zöldesi egy pillanatra megtorpant, lehet, hogy ez okozta a vesztét, így el tudta mellette tolni az egy agyőri támadó a labdát, és aztán gyönyörűen bevágta a léc alá. A labda, Grumics, Vadász. A 94. perc, Grumics ezt még középre íveli, és ott eltűnt az egyik zalai játékos, büntetőt ad a játékvezető. A hosszabbítás letelte után, Völgyi pedig kap egy sárgalapot, hát igazi drámával ér véget a mérkőzés. Meglátjuk, hogy lesz-e újabb dráma, azaz bemegye a 11-es, vagy éppen kimarad. Egy vaktában előre vágott labda volt ez már szinte. Grumics megpróbálta Bobált játékba hozni. Hát... nem tudom. Az biztos, hogy jön a 11-es. Völgyi megkapta a sárgalapját, és most már Horváth Tamásnak kell pontot mentenie a Győrnek.
vagy éppen Bobál Gergelynek kell eldöntenie ezt a találkozót. Elkezdődik a 95. perc is. Hát izgalmas kis 39 percet látunk, plusz ugye a rádás. Bobálon az alaegerszegi közönség szeme és az M4 Sport szeme. 95. perc, Bobál fut neki, gól! Vezet az alaegerszeg, és meg is nyeri az alaegerszeg ezt a mérkőzést. Bobál kimegy a szurkolókhoz, ő a meccs hőse, hiszen két gólt is szerez, és egy duplával tér vissza az alai csapathoz. Viszont ha már itt az ünneplő zalaiakat látjuk, azért beszéljünk egy gondolatot a győriekről. Az Eto nem érdemelt vereséget a mai mérkőzésen, meg is nyerhették volna ezt a találkozót. Király Józsefék, nem így lett. A zetét, a szív, a szerencse, az az előreívelt labda, sok minden segítette az alaegerszeg csapatát, amely végül behúzza ezt a mérkőzést óriási öldöklő küzdelem árán. Itt van még egyszer a győztes 11-es horvát, elment balra, a labda megjött a jobb alsóba. Bobán nagyon higgadt és magabiztos volt. A zalaegerszeg pedig ezzel 3-2-re megnyeri az első rangadóját 2019-ben, és a három pontnak köszönhetően visszalép a tabella második helyére, amelyen talán végezne a szezon zárultával is, hiszen akkor feljutna majd az első osztályba. Kedves nézőink, én Zalaegerszegről megköszönöm a figyelmet, egy elképesztően izgalmas, egy többnapos csatán vagyunk túl, amelynek a végén a Zete 3-2-re legyőzte a Győrt, a viszonthallásra.